Még bontatlan, bútorokkal, építő anyagokkal teli helyiségek, dobozok, szekrények, munkaeszközök mindenütt. Ez fogadja jelenleg a látogatót a bátaszéki Németházban. Az egykor szebb napokat látott épület korszerűsítése már elkezdődött. Jelenleg a nyílászárók kicserélése van folyamatban. A tervek megvannak, a források egy része megérkezett. Ez is, csak úgy, mint a német tanösvény, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezésére, a Németországi Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával valósul meg. De máshonnan is érkezik forrás az intézmény korszerűsítésére. A felújítást több ütemben fogják megvalósítani, mondta el Kardos Gábor, a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke. Az első ütemben rendbe teszik a klubhelyiséget, kicserélik a nyílászárókat, a padlót. Majd a belső vakolás, az elektromos hálózat, fűtés korszerűsítése történik meg. Majd a vizes blokk kialakítása következik. A következő munka az, ahogy most a jó idő be is állt, és össze tudunk egy pár embert szedni, amennyit enged a járványügyi korlátozás. A tornateremnek a tetejét szeretnénk lecserélni. Ha a tetőcserével készen vagyunk, akkor pedig bent kitakarítani, kimeszelni, és a már ide érkezett bútorokat, amiket már a házban őrzünk bent, azokat most ideiglenesen hátrapakolni. Mi pályáztunk most a járványhelyzet alatt a Németországi Belügyminisztériumhoz egy regionális találkozási pontra. Ez azt jelenti, hogy nem csupán Bátaszék számára, de a régió németsége számára szeretnénk egy olyan lehetőséget teremteni, hogy érdemes legyen ide Bátaszékre látogatni. Egy könyvtár kap ebben a találkozási pontban, találkozási épületben helyet. A könyvtár német nyelvű, egészen apró gyermekektől talán a gimnazistákig befejezőleg, ahol csoportfoglalkozásokat lehet majd tartani. Nagyon komoly könyvállománnyal rendelkezünk már is, illetve informatikai háttérrel, táblagépekkel, notebookokkal, amiket a foglalkozások során használhatunk. Helyet fog kapni elsősorban a hölgytagjaink legnagyobb örömére egy konditerem. Nagyon szeretnénk egy kellemes teakonyhát berendezni, ami mindenképpen szükséges lesz úgy a klubfoglalkozásokhoz, mint pedig hát a tánccsoport, vagy akár adott esetben a fúvészenekarunk életéhez. Szóval egy eléggé szerteágazó dolog lesz ez amit az épület tud kínálni. Reményeink szerint be tudunk rendezni egy honésnépismereti tárlatot benne, ahol ugye azt mondjuk, hogy a tájházban őrizzük azokat a nagyon fontos tárgyi emlékeinket, amiket hát nagyon szívesen mutogatunk és megmutatunk bárki ide látogatónak, azonban nem szívesen engednénk, hogyha hozzá kellene nyúlni. Ehhez a honis népismereti tárlathoz pedig kimondottan azt a célt szolgálná, hogy a gyerekek megfoghassák, bibelődhessenek vele, és játékosan tanulhatnák meg, hogy is éltek az elődeink. Illetve egy rendezvénytermet szeretnénk, még egy olyan rendezvénytermet, ahol meg lehet tartani akár egy olyan egyesületi összejövetelt, hogy egy disznótoros vacsorát le lehet akár bonyolítani, egy születésnap névnapra ki tudnánk adni, illetve hát az egyéb felmerülő igényeket is ki tudná elégíteni, kiszolgálni ez a rendezvényterem. Többfajta forrást használnak fel az épület felújításához. Ugye a bútorok azok ide érkeztek már, azokat már őrizzük bent az épületbe. Ezt a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumától nyertük. A pályázatért gombkötőnél dr. Kemény Krisztina volt a felelős. Ezt a pályázatot lezártuk, elszámoltuk. Legnagyobb örömünkre nagyon, nagyon tudtuk gyarapítani a javainkat ebből. Ezen felül a német önkormányzat nyilván minden évben fog tudni erre az épületre költeni és forrást biztosítani. Kérelemmel fordultunk Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úrhoz támogatásért, és talán a legszebb része a forrásnak a társadalmi munka,
hiszen ne becsüljük le azt a munkát, hogyha többen összejövünk, valamit elvégzünk, megcsinálunk a házon, azt már nem kell kifizetni szakembereknek. Szerintem ez és az a legszebb része ennek a közösségnek. A bátaszéki német nemzetiségi egyesület tagjai, valamint a tánccsoportjuk számára ez az épület hatalmas jelentőséggel bír. De milyen remek dolog lesz, hogyha akár egy vezetőségi ülést úgy tudunk megtartani, hogy nem telefonálgatni kell előtte, hogy hova szabad bemenni, hanem hát a sajátunkba jöhetünk be. Aztán a tagság részéről nyilván meg lehet csinálni akkor olyan nemzetiségi napokat, nemzetiségi délutánokat, ahol megint csak az előbb említett szempontok a dominánsak. A tánccsoportunk egy héten háromszor is szeretne próbálni, ha lehetne, tehát és az a minimum. Tehát inkább többször szeretnénk a termet használni, mint kevesebb alkalommal. Bátaszéken egy nagyon jelentős a civil élet és az aktivitás, ezért a művelődési házunk, ahol mi is próbálhattunk ez idáig, nagyon jelentősen le van terhelve, és én úgy gondolom, hogy ha mi a sajátunkat tudnánk használni, ők is örülnének, ha egy picit ezáltal tehermentesülhetnének. Én úgy szoktam mondani, hogy ezek bátaszéken mind-mind egy gyöngysornak a részei, egy-egy gyöngyszemek, ilyen a tájház, ilyen a tanösvény, és hát én bízom benne, hogy ilyen lesz ez az épület is hamarosan. A német ház felújítása tehát gőzerővel folyik. Reményeik szerint, mire a járványügyi helyzet megengedi, a tánccsoport már az új próbatermében tanulhatja meg a koreográfiáit.